Rákóczi tárogató együttes is közreműködött a pénteki ünnepségen Vaján, a magyar történelem egyik legfontosabb és legismertebb alakjára, II. Rákóczi Ferencre emlékeztek. A magyar főnemes 346 évvel ezelőtt, 1676. március 27-én született. Két nagy magyar család a Rákócziak és a Zrínyik hagyományát és értékrendjét örökölte, ez hajtotta nemes cselekedetei során. A harcok alatt megvédte és ránk hagyta a legnagyobb kincsünket, a hazát. A vidék az egy civilizációs örökség, a Magyar Falu program ezt is próbálja előtérbe helyezni. Az elmúlt 3 évben 600 milliárd forintot tudtunk ebben a programban egy gyorsított eljárás keretében elkölteni. Én szerte járom az országot, és látom saját szememmel, hogyan épülnek, szépülnek vidéki településeink. De nagyon fontos, hogy a közösségi terek, az iskolák, az óvodák, a bölcsödék, az orvosi rendelők, a közutak újulnak meg. Ez mind-mind összeköti a közösségeinket, mind-mind erősíti a helyi nemzettudatot. Ez egy nagyon-nagyon fontos érték. Varga Judit kiemelte, a vidéket nem csak fejleszteni kell, az ott rejlő értékeket meg kell őrizni. Így a szomszédos Ukrajnában zajló háborútól is védeni kell. Az igazságügyi miniszter hozzátette, ez nehéz feladat, miközben minden lehetséges módon megpróbálnak segíteni a bajba jutottakon. Én járom Európát, és hatalmas elismerés övezi Magyarország teljesítményét. Ugye Magyarország, az állam, a társadalom egy szívvel, egy emberként lépett föl, és segített a bajba jutottaknak. Ugye már több mint 500 000 menekült hagyta el Ukrajnát, és Magyarország, mármint a Magyarország területére több mint 500 000 menekültek már, és Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtó akcióját hajtja végre. De ez csak a civilekkel, az egyházi szervezetekkel, a karitatív szervezetekkel, az állami gazgatással együtt sikerülhet, és ez ugyanúgy érinti az egyén családokat is, akik ott vannak a határ mentén, jelentkeznek segítségnyújtásra, tehát fantasztikus, amit most Magyarország tesz. A Baján tartott ünnepség II. Rákóczi Ferenc mellszobrának koszorúzásával zárult.